A 22 éve működő Kecskeméti Szent László Lions Club mert nagyot álmodni, és egy különleges célt tűzött maga elé. Szeretné létrehozni az érzékelések kertjét, mellyel felhívná a város lakóinak figyelmét a nem látó embertársaink életének nehézségeire. Vendégünk Harsányi Zsuzsanna, a klub 2019-20 Lions évi elnöke. Jó estét kívánok, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Tekintsenek el a nézők attól, hogy magázodunk, hisz régóta tegeződünk és ismerjük egymást. Hát mindenekelőtt a kérdés adott, mi is ez az érzékelések kertje? Hogy kell ezt elképzelni? Most egy kicsit régebbre kezdeném a dolgokat. A Nemzetközi Lions Mozgalom egyik legfontosabb célkitűzése és tevékenysége a látásvédelme. A klubunk már 22 éve működik, és elég sok mindent tettünk ennek érdekében. Szemszűréseket végeztünk, szemüvegeket adományoztunk, de most szerettünk volna valami maradandót alkotni. És ezért az érzékelések kertjére esett a választásunk. Ez egy olyan kert lenne, ami mindenféle más érzékszervet megmozgat a látáson kívül. Tehát a tapintást, a szaglást, az ízlelést, és úgy állítottuk össze az egész kertnek a tervét, hogy az összes többi érzékszervet jobban érintse. Egyébként ezt te álmodtad meg, vagy szakembereket is bevontatok ebbe a nagy tervezésbe? Természetesen szakembereket is bevontunk, de közös volt a tervezés. Ugye a klubtagokat is nyilvánvaló érintette ez a dolog, tehát az ő véleményük is benne van ebbe a tervben, illetőleg hát kertépítész hölgyet kértünk föl, aki a terveket elkészítette. Hol lesz ez a kert? Ez a kert az elképzelések szerint 3 gyermekintézmény közelében, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, a Macskacicó Bölcsöde és a Csigabiga Óvoda mellett. Egyébként ezen a területen a klubunk évekkel ezelőtt már elkezdte a parknak a kialakítását, japán cseresznyefákat ültetett, most már több mint 50 japán cseresznyefával büszkélkedhetünk, és ezt a területet most a japán cseresznyefás liget és a bölcsödek között képzeljük el. Néhány kulisszatitkot el tudsz-e árulni erről a kertről, mert még mindig nagyon titkos ez a dolog? Tehát ez több mindenből áll majd, mivel a Csigabiga óvoda ott van a közelében, ezért egy csigabiga alakú mezitlábos ösvényből áll, ahol ugye lábbal lehet tapintani a különböző fajtájú, méretű, faktúrájú köveket. Ez föl fog vezetni az egyik oldalon egy kis dombra, és az ösvény mellett olyan növényeket, és az egész parkban olyan növényeket ültetünk majd, amelyek illatoznak, illetőleg egy részük ehető. Lesznek fűszernövények, tehát kifejezetten az ösvény mellett fűszernövényeket képzelünk, lugasok, ahol meg lehet pihenni, illetőleg hát más érzékszerveket is érinteni fog, ugye a hanghatásokat, lesz egy csobogó, lesznek benne olyan fém játékok, amit hogyha megérintünk, akkor hangot adnak ki, különböző hangokat, és elképzelésünk szerint tapogatható szobrok is lesznek benne. Mikor kezdődnek a munkálatok? Hát mi tavasszal el szeretnénk kezdeni, de két ütemben képzeltük el magának a parknak a létrehozását. Az első ütemben a terepmunkálatokat és a növények ültetését képzeljük, a második ütemben pedig a különböző tereptárgyakat. Előreláthatólag mikor lesz kész ez a nagy mű, és birtokba vehetik majd a gyermekek, fiatalok? Én azt gondolom, hogy az első ütemet azt szeretnénk valamikor tavasz folyamán átadni. Ez már tulajdonképpen birtokba vehetik a gyerekek, hisz itt nem csak a vakok és gyengéllátókat célozzuk meg, hanem a környező iskola, óvoda és bölcsődébe járó gyerekeket is, hogy érzékenyítő foglalkozásokat tarthassunk nekik ott. A második ütem az attól függ, hogy mikor fog elkészülni, hogy hogyan sikerül pénzt rá előteremtenünk. Egyébként az önkormányzat támogatja a célkitűzéseinket mellénk át, és ennek nagyon örülünk. Igen, és hát hallottam, hogy egy koncertre is készültök. Ki lesz a díszvendég? Hogy került ő a képbe? Tulajdonképpen az első ütem pénzügyi feltételeit azt magunk teremtjük elő, több mindenből, pályázatokból is, többek között adományokból is,
és most jövő héten, kedden lesz egy Zorán koncertünk a Hírusok órában, és ennek a teljes bevételét erre a parkra szeretnénk fordítani. Nehéz volt-e egyébként Zoránt meggyőzni arról, hogy hát ez egy nemes cselekedet lesz, hogyha ő részt vesz ezen a koncerten? Nem, ő nagyon jó lelkű ember, úgyhogy ráadásul a teljes bevételét fel is ajánlja erre a nemes célra. Na most ez a közeljövő, de ebben az évben már igencsak aktívan dolgoztatok ebben a profilban. Erről, hogyha néhány szót mondanál nekünk. Így van, tehát a januárunk elég sűrűre sikeredett. Kezdődött rögtön január elején, 8-án egy szemszűrést végeztünk a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola alsó tagozatába. Ez egy két lépcsős szemszűrésnek a második üteme volt. Most a második ütemben 135 gyereket szűrtünk meg, az elsőben 140-et, és így lefettük az egész alsó tagozatot. Orvosok segítségével, látszerészek segítségével? Látszerészek segítségével, a Kuti Optika munkatársaival dolgozunk együtt, ők jönnek el mindig, hogyha terepre megyünk ki szemszűrni, most már évek óta nagyon jó kapcsolatunk van velük. És itt szeretném elmondani, hogy azok közül a gyerekeknek, akiket kiszűrtünk, vagy legalábbis a gyerekek egy részének, pedagógusok bevonásával sikerült kiszűrni azokat, akik a legrászorulóbbak. 15 gyereknek adtunk át szemüveget, szintén januárban egy másik programunkon, ez pedig egy érzékenyítő nap volt, szintén ugyanott az iskolában, az alsótagozatosok bevonásával, itt már az egész alsótagozatot bevontuk, tehát közel 300 gyereket, és arra érzékenyítettük őket, hogy próbálják meg átélni, hogy milyen lehet a nem látó embereknek a mindennapi élete. Természetesen ezt meseszerűen, játékosan, hogy a gyerekek nagyon élvezték. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy befáradtál a stúdióba, jó egészséget kívánok mindannyiótoknak, és csak így tovább. És köszönöm szépen. Várjuk ezt az érzékenyítő kertet, hogy kipróbáljuk. Köszönöm szépen.